Dr. Buda László orvos, pszichiáter és pszichoterapeuta. Pályája első éveiben hagyományos elmeosztályokon dolgozott, ahol nem érezte túl jól magát, vallja. De ez az időszak mégis rendkívül hasznosnak bizonyult, és különös tapasztalatokhoz juttatta az emberi lélek működésével és zavaraival kapcsolatban. Ma már saját módszeréről tart rendkívül népszerű előadásokat országszerte. A hatalmas érdeklődés nem csak a közkedvelt témának szól, hanem az orvos személyisége is sokakat vonz. Minden olyan dolog érdekli, úgy vettem észre az embereket, aminek ahhoz van köze, hogy mi hiányzik még ahhoz, hogy egy kicsit derűsebben, vagy boldogabban, vagy könnyebben éljük az életünket. És szerintem nagyon sokan rájöttek, hogy ennek nem az a titka, hogy be kell gyűjteni egy újabb tárgyat, vagy egy újabb, nem tudom, karrier lehetőséget, vagy egyebeket, azok is hozzájárulnak, de van valami belül, valami, ami megengedi, vagy megakadályozza, hogy egyszerűen csak jól érezzem magam a bőrömben. És ez egy olyan téma, amit én is az utóbbi időben megpróbáltam a magam módján élvezhetően, követhetően kifejteni az előadásaim, meg a könyveim világában. És úgy vettem észre, hogy igen, ahogy ezt én tolmácsolom, az sok ember számára érthető, követhető, élvezhető, és ennek nagyon örülök, de nem a személyemnek tulajdonítom, ezt inkább annak, hogy a téma tényleg most az asztalomban aktuális. Felgyorsult világunkban rengeteg információ és esemény terheli az idegrendszerünket. Ezért egyre többen törekszenek tudatosan megteremteni a jól létüket, ami az egyensúlyról, a harmónia megtalálásáról szól. Ebben pedig sokat segíthet az önismeret. Szerintem az önismeretre most már jó ideje, egyre növekvő igény van. Ez azért alapvetően szerintem a nyugati pszichotrendekkel gyűrözött be ide hozzánk egy-két évtizeddel ezelőtt. Viszont az a trend, ami arról szól, hogy az önismeret mellé hogyan tudjuk odailleszteni az ön elfogadást és az ön szeretetet egy mélyebb, de nagyon egészséges módon, ez meg mintha most kezdene hozzá csatlakozni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy felnőtt embernek ahhoz, hogy repülni tudjon erre a két szárnyra, szüksége lesz az ön ismeretre, az ön tudatosságra, önmaga mélyebb megismerésére, és arra, hogy amit megismert magából, azt képes legyen átölelni szimbolikusan, befogadni, szeretni, tisztelni, anélkül, hogy ezt a saját egójának a felfújására használná, hanem inkább arra, hogy aki jóban van magával, nem kell annyi energiát pazarolnia arra, hogy a vívódásait kezelje, és jobban oda tud fordulni másokhoz akár, vagy jobban tudja szolgálni azokat az ügyeket, amiknek a szolgálatára hivatott, legyen az gyereknevelés, vagy valami a szakmai dolog, vagy egyszerűen csak rendet rakni egy picit a világban. Az önszeretet hiánya, a fel nem dolgozott érzelmek megbetegíthetik a testet és a lelket. A testben vagy a szervekben keletkezett zavar megszüntetésére sok módszer vált ma már elérhetővé. Az egyik ilyen a dr. Buda László által fémjelzett szomatodráma, melynek eredményeiről a Mit üzen a tested és Mit üzen a lelked című nagy sikerű könyveiben is beszámol. Igen, maga a szó hát kicsi bonyolultra sikeredett, de az a helyzet, hogy ezt a szót én magam is úgy érzem, hogy kaptam így intuitíven, vagy egyszer csak úgy eszembe jutott én sok évvel ezelőtt, és nem akartam rajta módosítani, mert úgy éreztem, hogy talán ez lesz az, amit el kell kezdenem kifejteni, vagy megismerni nekem is. Szóval ez lett szomató, testet jelent, dráma, meg egyszerűen csak arra utal, cselekvés, aktivitás, játék, intuíció, ezek vannak a csomagban. Embereket, pici létszámú kis csoportokat mozgatunk annak érdekében, hogy egy-egy rejtett, tudattalan történet, ami sokszor betegség formájában ölt testet, hogy ez valahogy kibontakozzon a szemünk előtt, hogy itt miről is van szó igazából. Remekül lehet használni betegségek lelki tartalmának vagy összetevőinek a megismerésére, de ugyanúgy önismereti vagy ilyen személyes fejlődést célzó témákra, vagy kapcsolati gondok kezelésére. Olyan, mintha lenne egy ilyen főpróba gyakran, hogy az emberek is, mintha a környezetben, egy játékban valahogy megérzi a dolgok lényegét, és még le is próbálhatja, hogy mit érdemes csinálni, hogyan érdemes valakivel kommunikálni, vagy valakit feszít egy konfliktus, és
kap egy lehetőséget arra, hogy a konfliktusban lévő partnerrel ő először játékban, képzeletben kommunikáljon, akkor nagyon gyakran kicsiszolódik számára egy olyan válasz, ami hasznosabb lesz, ha azzal állít oda, mint ha csak úgy hirtelen valakire ráöntené a problémáit. Szóval millió kis ágazata van ennek. Szomatodráma már régen nem csak testi tünetekkel való játékról szól. Ugye 10 éve már ez a módszer egyre inkább terjeszti szét a gyökereit, meg a lombjait, és én ezt nagy örömmel nézem. Rengeteg visszajelzésünk van, tehát hogy ezeket a visszajelzéseket most már évek óta úgy kezeljük, hogy ennek egy töredék részét publikáljuk, mert egész egyszerűen néha már úgy érezzük, hogy ez már illetlen, vagy szóval ez már udvariatlan, vagy nem is tudom mi, hogy tehát ezeket nem lehet állandóan közölni, mert rengeteg ember van nagyon elolvadva ettől, nagyon új világba segíti őket, nagyon komoly felismeréseket ad, komoly gyógyulásokat hoz, amikre már nem is számítottak, sokan úgy élik meg, hogy tényleg ez valami csodaszerű dolog, pedig ebbe aztán semmi csoda nincs, ha valaki ismeri a lelki, az immunológiai, a hormonrendszeri, az egyéb testi működéseknek, meg ezeknek az összefüggéseknek a rendszerét, és megértette azt, hogy a test az tükröz valamilyen lelki folyamatokat, csak nem mindig tudjuk, hogy hogyan, nem mindig egyszerű, és nem is szabad szerintem ezt leegyszerűsíteni, hanem a maga gyönyörű komplexitásában érdemes ezeket szemlélni, ezekkel játszani, kísérletezni, erről szól ez a módszer. De azért ezt hozzá kell tenni, elmagyarázni mindig sokkal nehezebb, mint megtapasztalni. Tehát valakit megtapasztaljak, egy pillanat alatt összeáll, ha meg beszélünk róla, akkor meg nagyon hosszú. A gyógyulás vagy az önmegismerés vágya sokakat motivál. Talán ennek megfelelően bővül folyamatosan a kínálat is etéren. A szomatodráma is egyszerűbben elérhető ma már. Nagyon könnyű utolérni ezeket a lehetőségeket és megtalálni. Tehát alapvetően így az internet korszakában már elég annyit mondani, talán egy szomatodráma.hu, ez tulajdonképpen egy alapítvány gondozásában zajlik, ez az egész egy Budapest Nomány Szomatodráma Központ, és annak különféle programjai vannak ott hirdetve, meg ott lehet ismerkedni a módszerrel, olvasni róla, beszámolókat, meg véleményeket olvasgatni, megnézni, hogy milyen emberek foglalkoznak ezzel, és egy csomó minden mást, úgyhogy hát akit ez érdekel, az vegye a fáradtságot, ezt a pár percet, és akkor nézzen ennek utána, ezt javaslom. Az önmagunkkal eltöltött minőségi idő hozzájárul az egészséges lelki állapotunkhoz, az egészséges test fenntartásához. Ha erre csak néhány percet tudunk szánni naponta, dr. Buda László egy egyszerűen követhető, saját gyakorlatával segít ebben. Az én reggeli gyakorlatomhoz szinte mindig hozzátartozik az, hogy időt töltök abban a lelkiállapotban, amiben még félig az álom is belenyúlik, mindig tekintettel vagyok, figyelem azt, hogy milyen volt az éjszakai álmoknak az élménye vagy világa, ha csak tudom, felidézem, foglalkozom ezzel, és eközben nem szoktam elmulasztani, hogy köszönetet mondjak azért, hogy most reggel fölébredhetek. Gondolok egy picit ilyen rutinszerűen már így a testemre, mint arra a hordozó anyagra, vagy arra az eszközre, közlekedési eszközre, amivel ebben a világban én tudok mozogni. És mire kijutok a konyhába, és találkozom az Adél lányommal, és megisszuk a kakaónkat, meg a kávénkat, és megbeszéljük, hogy ki mit álmodott, addigra már tulajdonképpen ezt a rituálét magamban valahogy lezongoráztam. És ez nekem jót tesz, mert úgy érzem, hogy ha tudok hálás maradni, ha tudok figyelemmel lenni arra, hogy ez a test rengeteg mindent csinál nekem, sok mindent kibír, vagy az én életmódom mellett nem feltétlenül egyszerű neki, 50 éves már, és rengeteg minden nem ment keresztül, szóval az, hogy csinálja a dolgát, lehetővé tesz, hogy én jöjjek, menjek a világba, meg gondolkodjak, meg írjak, meg a többit, szóval ezt nagy részt neki köszönhetem. És úgy gondolom, hogy ezt hasznos másoknak is, akik ezt nem csinálják rendszeresen, ezt a kapcsolatot tudatosítsák reggel, tudatosítsák este, legyen egy pillanatuk, amikor megköszönik ennek a testnek is ezt az egész napot, és ha a menet közben összefutnak magukkal mondjuk egy tükör előtt, vagy reggel akár, vagy amikor mosakodnak akár, szóval amikor kapcsolatba kerülnek, akkor lehet, hogy érdemes egy picit több figyelemmel, szeretettel, hálával, köszönetérzéssel bánni vele, megérinteni, nézni, és a többit. És majd észre fogja venni, aki ezt komolyan gondolja, hogy nem mindig egyszerű,
nem mindig kézenfekvő, sokszor nagyon feszült lesz az ember, ha belenéz a tükörbe, és nem azt látja, amit szeretne, ami más lát, nem hasonlít ahhoz, amilyennek kellene lenni, stb. Szóval ez egy konfliktusokkal teli kapcsolat legtöbb ember számára, nem egyszerű. De mégis nagyon hasznos, hogyha békülés, barátkozás útjára lépünk bármilyen módszerrel.